Két vádlott egymás mellett a bíró előtt. A nyíregyházi törvényszéken őket, valamint több tanút is meghallgattak az üggyel kapcsolatban. A tanács elnöke az egyik tanú korábbi, a rendőrségnél tett vallomását is felolvasta. Abban elhangzott, hogy az első rendű vádlott S. Zsolt a második rendű vádlottat, S. Sándort egy közös ismerősük nyíregyházi lakásában tanította verekedni, ketrec harcolni. A Zsolt nekem is, nekem át hívott verekedni, hencegett vele, hogy ő ketrec harcos, mindenkit lerel. Nekem ekkor lett elegem az egészből, mondtam, hogy engem hagyjon békén, inkább megyek, különben is dolgom van. Elindultam a bejárati ajtó felé, de Zsolti elém állt, mondta, hogy verekedjünk meg, nem akart kiengedni az ajtón, a kulcsot kivette az ajtóból. Engem ez nem érdekel. Velem ne szórakozzon, hagyjon békén. A Zsolti beállt az ajtóba, szétvetette a lábát, azt mondta, hogy innen senki nem megy ki élve. A tanú megijedt, nem állt be verekedni, végül kisurrant az ajtón a sértettel. A férfi N. Béla a tanúval beszélgetett már a lakáson kívül, boltba mentek, ám végül egyedül visszament a lakásba. A tanú ekkor látta őt utoljára élve. Este körülbelül 17 óra vagy 18 óra tájban jártam megint feléjük, az órát nem néztem, de még világos volt. Ekkor láttam, hogy fehér autó áll a házuk előtt, közelebben de láttam, hogy rendőrautó, meg mentő, a ház körül bámészkodók beszélték, hogy Béla meghalt, a Zsuzsát meg a mentő vitte el. A játszva verekedés ma már meg nem állapítható okból durvult el, a két vádlottal lakást használó közös ismerősüket, N. Bélát ököllel kezdték el ütni. A megtámadott élettársa a férfi védelmére kelt, ám őt is többször megütötték. A bántalmazott nő a fürdőszobából telefonon értesítette a rendőrséget, hiszen a vádlottak tovább folytatták a sértett bántalmazását. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, mentőt hívtak, ám a sértett férfi a szakszerű ellátás ellenére életét vesztette. Az ügyészség az első rendű vádlottat, mint többszörös visszaesőt, és a második rendű vádlottat egyrendbeli különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével és egyrendbeli súlyos testi sértés büntettével, mint társtettest vádolja. Tettükért akár életfogytiglant is kaphatnak.